Először ülésezett együtt az Európai Parlament az ukrán törvényhozás képviselőivel. Ez egy szimbolikus lépés Ukrajna EU csatlakozása felé. Roberta Metsola, EP elnök reményét fejezte ki, hogy már idén elkezdődhetnek a társulási tárgyalások. Ugyanakkor leszögezte, ez csak az út eleje, Kijevnek rengeteg feltételnek kell még megfelelnie. Dióhéjban minden intézményünk és erőforrásunk a rendelkezésükre fog állni. Persze tudjuk, hogy a folyamat nem lesz egyszerű. Képviselőként az önök feladata lesz, hogy elmagyarázzák az ukránoknak, milyen nagy szükség van a reformokra. Sok megszorítás fájó lesz, különösképp most a háború idején, fogalmazott Roberta Metsola. Ukrajna 2022. júniusában kapta meg a tagjelölti státuszt. Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig gyorsítósávot ígért Kijevnek, vagyis azt, hogy a jogi procedúrát le fogják rövidíteni. Denis Mihál ukrán kormányfő abban bízik, hogy országa legkésőbb 2025-re az EU tagjává válhat.